hogyha valaki későn kezdi el ezt a dolgot, akkor mi a nehézsége annak, vagy a másik pedig az, hogy most más utakon járva beleépíti az, hogy az ember, ugye az egyik az, hogy mindig tanulsz többet. Szóval az, hogy ki milyen háttérből jön és milyen úton járva kezdi áttételni azt a fajta tudást, ami van neki, ez teljesen mindegy. Szóval erre vannak a különböző szintű vallások, hogy van egy jó keresztény, van egy jó... Szóval tényleg, aki nekem vannak olyan ismerőseim, Domonkos rendi szerzetes volt, meg Bencés, meg tudom, mert tök jól megérte, és ott Bagalagiráló órákat beszéltünk, és ő azon az úton járt. De tudta, hogy miről szól az egész, neki semmi baj nem volt, hogy Indiában Isten Krisnának hívják, vagy Rámának, vagy Govindának, vagy a muzulmának Allahnak hívják. Meg ez semmi, teljesen volt egy univerzális, tökéletes látásmódja, és mégis itt keresztény úton jár. Tehát jó, nincs semmi gond, neki az a természethez közel, gyakorolja és el fog érni a cél. A másik az, hogy minél később kezd el az ember valaki gyakorolni valamit, annak maximum annyi a nehézsége, hogy ugye amit ebben az életben kezdesz magadra szedni, vannak bizonyos belőzült dolgok, amiket nehezebb átalakítani. Ugye ezt mindenki megint tudod, amikor fiatalon nagyon fogékony vagy mindenre, akkor nagyon könnyen beépítesz, mert az egész életedet úgy építeted most. Valaki fölépít valamit, és utána olyan sarkalatosan más ugye átkezd átformálni, akkor egy picit ezeket az úgynevezett berögzült dolgokat nehezebben teszi le, de semmi lényeg nincs amúgy. Nagyon fontos dolgot is közben ezzel zártad ezt a gondolatsort, hogy az egy ember, amikor keres egy úton jár, akkor előbb-utóbb eljut arra a szintre, hogy ezt szeretne továbbadni, vagy tanítani. Igen. De akkor ebből következik az, hogy lehet, hogy pont egy ilyen joggal, vagy ezzel a fajta Rákmán kultúrával való találkozása az, ami is még egy olyan útra vezet, hogy akkor érti meg, hogy már van mit tanítania. Tehát akkor áll vissza a pázlő darabokból a teljes rész. Igen, tehát az a jó, hogyha van egy, amikor elkezdesz tanítani, akkor van egy azért egy komplettebb tudás. Tehát az egy jó dolog, hogyha összeáll a kép legalább minimál szinten. Az, mert akkor utána csak részleges dolgot tudsz tanítani. Igen, tehát nálam egy jogoktató szerint, hogy ismeri a jogatudományát, tehát 100 szónak is egy a vége, hogy nem ilyen részleteket ismerünk, és valaki járt a zászonákban, meg a gerinctornában, meg a ebben és az abban. Az egy másik dolog, amikor te tudsz mindent, akkor applikálhatod bármelyik részét. Én is tartok workshopokat mozgásról, anatómiáról, ajurvédáról, táplálkozásról, bármiről. Szó se esik filozófiáról, hogyha arról van szó, hogy most azt kell tanítani. Tehát ez a jóga óráimon mozgás van a központban. Tehát nem az, hogy itt belebegek, és akkor mindenki mondja, hogy és akkor most emeljük a kezünket a Brahmanig, és vissza, és semmilyen nincsen. Kőkemény jóga óra, és akkor utána, ha valaki meg akar kérdezni, akkor eljön az öveles, hogy beszélünk erre. Tehát a lényeg az, hogy amikor te tudsz mindent, tudsz bármit csinálni. Ugye akkor te egy jó szakás vagy, meghívnak saláta bárba, csinálsz csodát a salátákat, de hogyha elhívnak főzni egy másik fajta dolgot, akkor azt is meg tudod csinálni. Szóval nem arról van szó, hogy most akkor akkor most akik csak ászanáznak meg ez vagy. Igen, mert bizonyos szituációban csak ászanázunk. Aztán utána meg ott van, hogy de mellette így élünk, mellette így gondolkodunk, és próbálunk törekedni abba az irányba, hogy elérni többet, és mindig többet, és többet. És nem kell azon megrekedni, hogy majd csak akkor fogok tanítani, ha már tökéletes leszek, mert akkor senki nem tanítana, illetve csak nagyon kevés pár személy tanítana. Amit megtanulsz, amit biztosan tudsz, azt add át. És ez be fogja vonzani azt, hogy mindig az adás folyamatából jön a kapás. Tehát ahogy te adod át ezt az információt önzetlenül, akkor az a fejlődés az ott lesz. És a te tökéletlenségeid is ki lesznek csiszolva egy nap ezzel. Ez egy nagyon fontos dolog a tanításnak a folyamata, hogy nem csak tanulok, hanem próbáld ezt átadni. Amit már megértettél és biztosan tudsz, próbáld átadni. És akkor utána az fogja csiszolni a te tökéletlenségeidet is. Szóval mindig, aki az úton van, Gita mondja, hogy az, aki az úton van, az cél fog elérni. Csak az idő kérdése. És még lehet, hogy van mindenféle tökéletlenség, a kötőerők még
a szívben lévő anarták szennyeződések, meg fognak bizonyos dolgokat csinálni. De aki nem adja fel az utat, és csak megy, öretlenül, mindegy mi van, most elestél, 100 000-szer elestél, és utána egyszer csak föllász, és mész, a gyerek vagy tanuljál, hányszor felnyeköljük. De az a lényeg, hogy nem adja föl ezt a dolgot, és akkor erre mondja Krisna Gitában, hogy az a személy, az mindig a tökéletesnek kell gondolni a szemét, mert a törekvés a tökéletes irányba hajtja. És még hogyha probléma is van, mert az elején mindenkinek van, szóval mire kiszabadulunk a kötőerők hatásáról, rengeteg ilyen lépés van, ami, de a lényeg az, hogy mész. És akkor utána, ha meg amit tudsz, azt meg próbáld át, és akkor majd egyszer lesz egy nap valami, amikor elérjük azt a megvalósítást, hogy hű, akkor most itt fölülemelkedtem minden. Szóval a tanítás az úgy is fogadódni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.